Mindjárt lemerülök. Pár másodperc, nem tudom, meddig tudom felvenni ezt a videót. Elkezdtem összeszedni az almát, mert vannak ilyen nagyon sok levél is van, úgyhogy lehet nem látjátok. Nagyon sok pici apró. De van benne jó alma is. Például. Jó, most ezt ki kell vágni, de azért egy süteménybe. Az is jó. Egy-két hibája van. Itt is egy gehe. Mi baja? Semmi. Máros. Nem tudom, letudtam úgy szedni, hogy nem esett le. Mondjuk ez kicsit ilyen puhás ez az alma. Puhányos. Kristóf, ez itt volt, nem? Hogy te ment le a papába. Többit meghagyom a sündisznóknak. Amivel én nem tudok mit kezdeni, de hát elég szépek ezek az almák. Hát tényleg pár hibája van, de mindjárt főzöm a kosarat. Sütök egybe egy kacsát, de először megfőzöm levesnek. Ez lesz a mai ebéd. Szerepülj és anyasz. Amúgy Lucifer volt, Sanyi lett, de végül úgy hívják, hogy Clarence. Kikopelesz cicája, Clarence. Azt mondták, hogy ezt nem tudják megjegyezni, mondom, nektek nem is kell. Ő itt Clarence, jaj! Szeretem ezt a azt. Clarence. Szép vagy. Most főzöm a kacsát, abból tegnap pörköttet evett, csirke pörköttet. Szereti az itthoni kaját nagyon. Jobban szereti, mint a konzerveket, meg ilyeneket. És a féreghajtót, máma, tényleg már megkapod valahogy, be kell tuszkoljam neki. Nem, hogy pirkes legyen. Bújik, bújik, tuszkul, ez olyan, mint a Beki. Ez a Clarence. De Beki nem szokja meg. Miért nem szokja már meg? Hogy szokassam meg? Ma mi kimegyünk a temetőbe. Ma lerendezzük ezt a dolgot. Na jó, most megyek, mert megiszom a kávémat. Maradjál itt, akasz. Nézd a pofátlanja. Még azt fut be. Nincs meg a lottó? Ki lett dobva? A millióig, Kivi. Hát én itt fogdoztátok. Ott van. És oda kerül. Ja, én akartam bezsebelni a milliókat. Milyen sört vettél, babám? Kösz.
Na sziasztok, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Ez annyira idegesítő, amikor itt sokat ismételgetnek valami. Elnézést, de most így ez kijött. Hol a biztonsági őr? Nagyon szép napot szeretnék kívánni mindenkinek. Ezt akartam amúgy mondani. Bejött a macska. Jaj, most a macskáról jut eszembe. Gyorsan, Ibolya szokott nekem írni kommentet. Nem haragszom rá, mielőtt itt félreértés esnék, csak most ez eszembe jutott, hogy miért nem engedem be a... Hát most már Clarence, úgy hívják. Clarence kutyust, mert kutyust, cicust, mert ez nem igazságos, hogy a másik kettő bent van, ő meg kint, de annyit szeretnék mondani, hogy az élet nem igazságos. Tehát miért van az, hogy az egyiknek ilyen könnyen megy bármit megvenni, bármit elérni, a másiknak meg nem? Úgyhogy én azt gondolom, hogy én abszolút nem érzem magam rosszul ez miatt, a dolog miatt, mert itt a faluba nagyjából senkit nem érdekelt ez a cica, annyira se, hogy az udvarába befogadja és enni adjon neki. Én nyakörvet vettem neki, etetem, itatom, úgyhogy nem fogom beengedni a lakásba akárki, akármit mond. Hoppa, a pénztárcát. Nézést, itt hagytam el. Itt volt. Szóval nem fogom beengedni a lakásba, mert lehet, hogy nem jön le vlogokból, de ott megy amúgy Clarence. Nagyon jól érzi itt magát. Nem akarok takarítani utána. Ez az egyik apróság. A másik nagyon nagy dolog meg az, hogy a Becky nem szereti, szóval, hogy én nem akarom beengedni azért. Tudjátok milyen, hogy mondják ezt? Mindegy ilyen megtervezett dolgok nekem az, hogy a macska ne legyen ott, amikor a kutyát kiengedem, de a kutya is kimenjen, mert a Becky állandóan beszarik, mert ő sose szól, hogy WC-re kell mennie, ha nem engedem ki, akkor simán beszarik. Szóval, hogy fogalmad, most Ibolyának mondom, hogy nem tudja, hogy milyen ez nekem ezt megszervezni, megtervezni, meg egyáltalán. Úgyhogy most amúgy megmutatom, nyitva van itt jelen pillanatban most az ajtó, a virágnak ez az előtere, ott van neki egy fotel, nem fázik, tehát én nem hiszem el, hogy a kóbor, jó, biztos, hogy nem azt mondom, hogy nem fázik, mert ez hülyeség. De más állatok is élnek kint, és itt az előtérben sincs melegebb, szóval, hogy maximum pár fokkal, talán annyi, hogy nem fagy a hőmérséklet majd, de most még ott nem tartunk. De jó, nem az, beengedem, mert azt akarom, hogy megszokja, hogy itt lakik, meg minden, de a lakásban nem fogom beengedni. Az, hogy nekem plusz melóm legyen. Én azért adtam el, ajándékoztam el a Karesznak a halaimat is. Nem azért, mert hát egyszerűen nem bírom már. Na, ennyi, ennyi. De közben meg sajnálom, és hogyha úgy gondolom, hogy befogadom és szeretnék tenni érte, akkor szeretnék érte tenni. Na, de mindegy. Most ezt lezárom, mert én most közben megérkeztem. Jó, messze jöttem mi. Pakolászni. Úgyhogy majd még mondom, ha hazafele már jövök haza egyedül, akkor blogolok. És semmi harag, Ibolya, szóval nehogy azt gondolt, hogy én valami rosszat gondolok rólad, még ha te rólam igen, akkor is. Na, jó van, majd jövök. Nagyon ősz van. Azokat összeszedem, most egy kicsit kukacos, azt ki tudom várni, az nem érdekel. Amúgy ez a legfinomabb alma. Clarence jött velem vécézni.
De hát ebből semmi nem maradt épp, mert idén nem sok volt rajta. Pedig ezt imádom, ezt az almát. Tavaly roskadásig, ott is van egy, de már hibás. Megpróbálom. Na, így volt fönn. Hát ez az, hogy az idei termés nagy büdös nulla. Clarence, nagyon szeretem, minden kutya olyan. Hát szívem, nem itt kell jönni, de tudod a lukat, igaz, hogy jól lehet átjönni. Hát nem akarom túlzásba vinni, még egy rekesszel összeszedek, és akkor az elég lesz. Papucsba mi? Úgy kell. Sikerült elpakolni, amit akartunk, úgyhogy én bőgöztem itt pakolástére. Jézus Isten, hát te aztán megjelenti egyféleképpen. Hát szeret engem. Ebből csinálok valami jó almás sütit. Klerezke, kis bagoly fejű kém. Vagyis de nevér fejű. Közben csomó almán töröm ki a nyakam. Ja, és ebben van a kocsi kucs. Ne haragudj, kettő. Ez mind barackfa. Ez a kettő. Semmi nem volt rajta idén. Semmi. Azért ez durva szerintem. Hát most én azért nagyjából összeszedtem itt az almákat tegnap. Aj, nagyon szeretem. De el kell vinnem az állatorvoshoz, mert fura a segge. Attól, minthogyha olyan gennyes lenne, vagy nem tudom, most a féreghajtót azt be akarom neki adni, mert még mindig nem jutottam el odáig, Móni. Hát, kijöttem egyébként, mondom, összeszedem még tényleg az almát, mert azt mondják, hogy megjön az eső, és akkor már nem akarok ezzel cseszt, de szép, még azért akadnak szép almák. Most van még ezen a fán, vajon van? Móni. Nem úgy néz ki. Jaj, itt van a nyomomba örökké. Mi lesz veled, ha nem leszek itthon? Claire. Claire lesz. Fejű. Igen, tudsz te nyelvet is, igaz? Minden a fát megkaparáltunk. Nagyon őszanyek. Ez meg tele van ezzel a lasponya, vagy naspolya, vagy ki hogy hívja. És dér is volt már egyébként, ami megcsíphette, de nem igazán puhult meg. Vagy ez mikor lesz jó, vagy ma? Nem is lesz jó. Annyira durván, hát csúnyán szólna, vagy nem szoktak ilyet, hogy szép a temető, vagy hülye hangzik. Akkor meg vannak gyújtva a mécsesek, tegnap voltunk kint. Elmegy ott, nézem, hogy tudja a járatokat. Az úrfi, de remélem azért visszajön, hát kíváncsi vagyok. Ó, itt is egy alma. Annyira nehéz észrevenni, amikor már kicsit nyom ide, attól almának alma. Mikor a levelek is elkezdenek ennyire sárgulni.
Akkor nem, hát az a barackfa, az milyen zöld volt. Imádom ezt a macskát, Móni. Ezt meg szerintem ennek annyi. Jön itt. Szerintem itt ne hagyják, köcög. Köcögnő. Aj, nagyon édi-bédi. Hát lábujjamat szagolod. Csak ne ugyozz le. Hát, szerintem elfogytak a felszedhető almák. Néhol itt-ott egyet találok, de ez is már így el van rohadva a fán. És mennyi? Mennyi el van? Mert itt tegnap szedtem az almát. Na jó, mondjuk ezen még van azért. Mennyi, megrázom. Mert én már még egyszer nem jövök ki alma ügyben. Na mennyi nem, mert agyon csapnak az almát. Na, egyszer. Én már nem rázok többször. Nézek valami jó almás receptet. Így akkor meg akarom sütni. Bár a nagymamám, ne haragudj, sütött régen olyat, most egyszer kipakolom a zsebem, hogy ilyen kevert piskóta és darádió volt benne, meg reszelt alma. Hogy az mennyire finom egy tök ilyen lágy, itt a reket, hova mész itt? Tök ilyen lágy süti. Nagyon finom volt. Amúgy majd megmutatom, hol van Clarence-ünk. Ott van az előtérbe. Csak hogy aki aggódott ez ügybe. De nem miattatok engedtem be, mielőtt itt valaki azt hinni, hogy azért, mert ti mondtátok, hogy engedjem be. És az a helyzet, hogy még visszatérve, ennek az lesz a címe, hogy macskás dolgok, vagy ügyek. Én nem akarok, én már Szeszit is, meg Fenyőt is inkább kifele szeretném paterolni. Ők a nap 80%-ába kint vannak. Akkor jönnek be egyébként, amikor éhesek, akkor szoktam nekik enni adni. Ha akarják, lefekszenek. De például, amikor hó van meg, tényleg Szeszi akkor is kint van. Szóval ő utál bent lenni. Úgyhogy... Úgyhogy ennyi. Most még egy... Nem akarok már almát szedni. Van három rekesze. Az a baj, hogy annyira itt válogatni kell, mert már tényleg az összes rohadt. Nem tudtam, csak állítva. Főmászott a pára. Az ilyen kis kölyök még. Aztán ez lesz kedden, szerdán viszont én elmegyek apuval Siófokra, ott a barátnőmékhez szeretnék engedni.
kicsit ellátogatni, mert már hú, de nagyon régen találkoztunk, meg hiányoznak. Azt a milyen lámpájobot láttad? Meg hát ők most nagyon benne vannak ilyen mindenféle dologba, és ilyen izgalmas részek vannak az életükben, úgyhogy én most nagyon így kíváncsi vagyok, hogy hogy alakulnak a dolgaik, úgyhogy velük mindenképpen szeretnék találkozni, meg szerintem a testvéremékhez is elmegyünk egy kicsit, és akkor másnap, tehát csütörtökön indulok lassan Sümegre, az úton live is lehetne, és lesz is, szerintem. És hát már nem... Nézem a suliból. Nézed a suliból? Hát ezt bemondod így. Hát de lehet, hogy már itthon leszel. Én, vagy hát nem, mert én délfele indulok Sümegre. És akkor csütörtökön, mit tudom én, olyan kettő fele Sümegen leszünk. A csütörtök péntek, és ha nem tudom majd, hogy fogok bírni Krisztoferrel. Szombaton indulnék haza Mázába, az is olyan dél magasságába. Bekit viszem, Virgi. De Clarence-el te izész foglalkozom, meg rendezgeted. Mi? Köszi, kaptam egy szétnyomott pogácsát. Ez kiette Kiko bele? Nem, de félbe már vettem, hogy hát... Hú, de finom. Igen. És szombaton hazajövök Mázába, és akkor hát elvileg most egy kis pihenés lesz, mert most pont úgy vagyok, ahogy a Peti szokott lenni, hogy úgy vágyom egy kicsit a nyugira, a magányra, az egyedülétre. Mármint nem, nyilván nem leszek úgy egyedül, csak a kis megszokott életem visszatér a az eredetiébe. De különben meg az olyan unalmas is. Szóval, hogy jó, most tök jó volt, hogy itt volt a Tibi, tök sokat segített megint, udvart pakoltunk, meg mit tudom én, a szüret, az is egy tök jó volt, nem? Sokkal jobb volt elmenni szüreten, tök jó volt. Aztán holnap, meg Krisztofer megy a bölcsödébe, nagyon remélem, hogy a barátnőmnek a kisfiával most már együtt lesznek, mert Noel az, amikor kezdte a bölcsödét, akkor Krisztofer beteg volt, aztán jövő hét, vagy következő héten, vagyis múlt héten tudott a Krisztofer végre menni, mert meggyógyult, addigra Noel megbetegedett, úgyhogy nagyon remélem azért, hogy most ma ugye minden szentek, vagy halottak napja, ezt nem is tudom egyébként, hogy melyik a minden szentek, az a vasárnap, és akkor halottak napja, meg hétfő. Ezt nem is tudom sose, vagy ez egy és ugyanaz. Na mindegy. És amikor elmegy a Krisztofer, és remélem, hogy a Noella most már együtt tudnak bandázni, akkor mi van? Az Éviéknél megpucolom az ablakot. Ez van. Abbala. Amit a nagyon kedves nézőmtől kaptam. Ablakpucológéppel. Az olyan jó nekik, ilyen, tényleg ilyen nagyon nagy teli ablakuk van. Aztán mondtam neki, hogy elviszem, és akkor gyorsan náluk is meg lesz csinálva. Úgyhogy holnap délelőtt ablakpucolás, délután préselés. De hát úgyis mindenről van videó, ami olyan lényegesebb. És visszaértünk Mázába. Éljetek, ahogy tudtok. Ha megállunk, akkor megmutatom, hogy mit vettem a barátnőméknek szülinapra, névnapra. És kész. Na, megmutatom, mindjárt csak Krisztoferék kiszálltak, meg közben meg kell állni a garázsba.
szűkös a helyzet, meg nem is látok, ez a legjobb az egészben. Na, ezt magamnak vettem, nem látszik sok belőle, ez az új pénztárcám, Calvin Klein. És a barátnőmnek a névnapjára vettem ezt a pénztárcát. Jó, nem tudok többet mutatni belőle. És a lányának vettem. Hát ez egy ilyen kis egyszerűbb, csajosabb, de neki úgy sincs sok cucca. Ilyen kis virágnak van ugyanez a típusú. És akkor így föl tudja venni a kezére. Ezt meg a születésnapjára vettem neki. Ja, úgyhogy pénz a virág, teljesen ijesztő. Úgyhogy ezeket vettem, úgyhogy egyen pénztárcánk van, én ilyen szívecskés vagyok. A piros, az hozza a lóvét állítólag, mondom, akkor jól van, veszek is. Tyúk! Ezt meg odaígértem a Katinak, mondjuk neki van pénztárcája. Ja, az én kis bordómat, de ez nagyon tetszik. Kati már megkapta a névnapi ajándék, nem kapta meg, csak meg lett neki vedve. És ennyi. Aztán mondtam, hogy most már nem szeretem amúgy ezt az ajándékozást, mert tudjátok milyen az, hogy mindig, ha amikor az embernek sok barátja van, akkor állandóan megvenni, mindig költeni, szülinap, névnap, de ott vannak a gyerekek. Hát ez az igazság. Utálom. Tudod mi az, hogy azért sokan vannak. És akkor egy baráti körbe kerültünk az Évivel is, ugye már megint kibővült egyel a mi a neve? A baráti társaság. Bocsi, hogy itt tartom, csak be kell csukjam a kaput. Mert vége a napnak. És akkor bezárjuk. És kész. Na, úgyhogy Kati már megkapta, vagyis megvettük, még nem kapta meg, mert november 25-én van a névnapja. Nem bírom én már anyagilag ezt a sok embert. Úgyhogy pedig annyi mindenkinek vennék még. Jaj, te, Mómi. Na, kész a oldalas. Na, szóval itt a Klerász. Majd egy kicsit megcsináljuk otthonosabbra neki, van neki saját szobája. Itt sincs fűtés egyébként, azt hozzáteszem. Tehát? Na, mit szeretnél? Ki akarsz kukucskálni? Kukucs. Nagyon szeretlek. Csuk be. Jó, te letesz anya, jó? Mert nehéz vagy már így az 15 kilóval. Ügyes vagy! Igen, ott a cica. Úgyhogy itt sincsen. Ti mész, de nehogy rámenj a farkára. Csukkom. Na, szóval itt sincsen fűtés igazából, majd hozok ide egy hőmérőt, de hát azért megfagyni nem fog szerintem. Ide szeretnék majd egy ilyen matricát venni, amivel leragasztom, hogy ne lehessen kilátni, mert azt nem szeretem. És akkor majd ilyen kis otthonosra megcsináljuk neki a lakosztályt. Csukd be, mert bejön a kutya! Csukd be! Csukd be! Kimegy, igen. Kimegy a cica. És
Úgyhogy ezt kivisszük, mert ez már nem kell. A kádból kiszedjük majd a milyenevéket. Karácsonyi izzókat. Mert most kétszerűen abba tudom csak belerakni, mert nem volt semmilyen dobozom. Clarence. Nem akar ő. Úgyhogy majd beontom ezt a cicamászókát, azt szerintem ide fogom tenni. Ne csapkod! Aztán ennyi. Most azon is gondolkoztam amúgy, hogy most nem tudom. Bár Virág azért használja ezt a bejáratot. Hogy úgy megcsinálni tényleg rendesen ilyen cica szobának. Mert ide szeretném, ne jöjjön be majd a fenyőse meg Ceci, meg nem tudom, hogy Becky ő mennyire fogja megszokni a Clarence úrfit. Mondjuk itt nyáron azért meleg van, mint a dög, de hát nyáron meg kint is alhat. Majd meglátjuk, alakul ez, ahogy alakul. Mondja, csóka. Csóka. Csip, csip, csóka. 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 Hes, hes, hes. Igen. Csuk be a szajdúgy. Na, úgyhogy ennyi. Éltek, ahogy tudtok, arrivederci. Hova mész? Clerco. Hát jó. Clary. Műzte! Műzte! Ott van a Ceci! A kurva anyját! Hát fel, burusz! Diót kérdezel? Táta, nincs még. Most aludtál. Sajnos többé is eltalálsz. Táta. Tuk. Mértük Clara. Clara az visszajötte. Azért jön. Ott a Clary, gyere! Gyere, Clarence, gyere! Gyere! Gyere, cinci-finci! Gyere! Gyere! Na és mivel még nem töltöttem fel, hiába, hogy kedvem, az előző videót, újra a macskás részhez szeretnék hozzászólni, és nem tudom, hogy melyik volt, de ide volt fosva a konyha.
oda a kávéfőző elé. És én meg mindig mezitláb járok, most pont nem látszott, és beleléptem, mert nem vettem észre. Hát ezért nem engedek be több macskát. Sőt, még ezek is ki fognak menni, úgyhogy nem vagyok ehhez kapcsolódó kommenteket, ne írjatok már, mert ide lehet jönni, és el lehet vinni. Ha jó helyen lesz, nagyon szívesen odaadom azt a fekete cicát is. Ha valaki jobb életet tud neki biztosítani, állok elébe, én nem vagyok a... Most nem ellene szól, félreértés ne essék, csak amelyik már megvan mondjuk 7 éve vagy 8, azt nem fogom odaadni senkinek nyilván. És lehet, hogy pont az szarik be. De nem szeretnék már több macskát sem, meg kutyát sem, meg semmiféle malacot, meg kígyott békát, semmi állatot már itt látni. Ennyi. Úgyhogy most már lezártam a videót, és ha milliómos lennék, akkor minden barátom kapna a vándékot. Már lehet, hogy ezt se úgy mondtam, ahogy akartam. De én úgy akarom, hogy gazdag legyek. És nem csak szülinapjukra kapnának, hanem akkor nem kéne nélkülözniük. De sajnos még nem nyertem a lotton, ellenben virággal, aki nyert 7500-at. Na de, hol van a kávé kanalazom? Most én lezárom tényleg meg virág helyett a Krisztofert viszem a bölcsődébe. Mert már igencsak kedv van. Jaj, te, hogy kell vajon? Ennyi egy adag kávé szerintem. Vagy hát mennyi? Ennyi. Úgy meg még egy kicsi. Így. És akkor nyomok egy gombot. Nem. Hello.